Sziasztok! Ez most egy gyors videó lesz. A következő kérdésekre fogok választ adni. Mi ez az eszköz? Miért van rajtam? Meg közben ugye, ami felmerül. Tehát ez az eszköz az apné bemérésére szolgál, hogy ugye milyen mértékű. Az apnének a tünetei ugye elsősorban a horkolás, a légzés kimaradás, ugye torokfájás, meg stb. Tehát ugye az embernek ugye nagyon fontos, hogy kipihenje magát abban az időszakban, amikor alszik. Ugye, hogyha horkol az ember, akkor azt jelenti, hogy nem tudnak a szervei kellőképpen kipihenni, és hát ugye ez mindenféle problémákat okozhat. Akkor, hogyha az ember ugye például nyitott szájjal alszik, akkor a torka is kiszárad, és ugye, hogyha kimaradnak a légzések rendszeresen, akkor ugye például az agy nem kap oxigént, a szív rendszertelenül jár, meg stb. Na most, tehát ez az eszköz, ez ugye nem rajtam lesz, mert ugye sajnos az asszonynak vannak ilyen problémái, hogy ugye horkol és rendszeresen kimaradnak neki a légzései. Na most itt ez nagyon durva, mert úgy képzeljétek el, hogy valamikor ilyen 10-15 másodpercig sem vesz levegőt. Most akkor gondoljuk el, ugye amit mondtam, hogy a agyában, meg az összes szerveibe hogy jut az oxigén, mi történik akkor a szívével, meg stb. Úgyhogy ez igazából már a második vizsgálat. Volt egyszer egy, ahol be is kellett neki feküdnie a kórházba, és ugye ott egy ilyen más szerkezetet raktak rá éjszakára. Mindegy, abban ne menjünk bele, valamiért nem sikerül. Most így ugye másodszorra is megpróbálja ezt. Hát ez gyakorlatilag ugye úgy működik, hogy beállították bent a kórházban, ugye számítógépen, hogy este 11-kor kapcsoljon be, és reggel 9-kor kapcsoljon ki ez a készülék. Így fölvette, ahogy ugye én is. Itt az orrban van egy kis mérőeszköz, ami ugye a légzést fogja megmérni, és itt az ujjon van egy ilyen másik kis eszköz, ez pedig ugye a pulzust fogja megmérni, és ebből az orvosok ki fogják nyerni az adatokat. Reméljük, hogy valami érdemleges problémát is fognak ugye felmutatni, és ugye ezt lehet majd kezelni. Tehát ez lenne így a lényege. Hát remélem igazából, hogy mindent elmondtam. Hogyha felmerül bármiféle kérdés, kérés, bejelenteni való, vagy ti is jártatok így, vagy stb., akkor lent a kommentben várom így a hozzászólásokat. Illetőleg, mint ahogyan megszoktátok, kint lesz ugye 3 lejátszási lista, amivel foglalkozik a csatorna, illetve egy feliratkozás gomb. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, sziasztok!